teljesen megújult a Hegyháti Általános Iskola Bikali és Egyházas Kozári Tagintézménye. A fejlesztés a Magyar Falu Programnak köszönhetően valósult meg, a szigetvári tankerület által benyújtott pályázat nyomán. Az ünnepélyes átadón Bognár László, a tankerület igazgatója elmondta, hogy szerencsés helyzetbe kerültek, hiszen az elmúlt egy hónapban 8 hasonló beruházást zártak le más települések intézményeiben. A Magyar Falu Programban kivitelezések ebben az évben történtek meg. Az elmúlt hetekben 3 helyszínen történtek átadások, Bükkösdön, illetve iskolában, illetve Királyegyház iskolában, illetve a mai nap Bikali és az Egyházas Kozár iskola felújítását tudjuk átadni. Beszédében Kőműves József Bikal polgármestere hangsúlyozta, hogy amikor 2012-ben a KLIK fennhatósága alá kerültek az iskolák, már elkezdődött az együttműködés az intézmények megújítása érdekében, aminek eredményét most láthatjuk. Jó az iskola, megújult az iskola, kívülről szigetelést kapott, tetőszerkezet, nyílászáró. Tehát beláttuk azt, hogy mind az önkormányzatok, mind a tankerület ugyanabba az irányba megy. Azt akarja, hogy jobb körülményeket biztosítsunk az oktatáshoz, és ez egy baromi jó gondolat. Csak együtt érjük el, hogy jobb legyen. A térség országgyűlési képviselője szerint választókörzetében, főként az északi településeken nem is kérdés, hogy az önkormányzatok örömmel csatlakoznak ilyen és hasonló programokhoz. Hargitai János kiemelte, hogy emellett a pedagógusok megbecsülésére is nagy hangsúlyt kell fektetni. Tudjuk jól, hogy az életpálya modellt, amit azóta a számtalan helyen bevezettünk, azt a pedagógusokkal kezdtük, és azt is tudom, hogy ez már tökéletesen elkopott. Ezért azt biztosra vehetik, hogy a következő év elején lesz egy egyszerű fizetésemelés, az még mindig nem fogja önöket kielégíteni, de legalább már lesz valami, és azt is tudom, hogy utána azonnal hozzá kell fognunk ahhoz, hogy az életpályamodellt megújítsuk. A Bikali és az Egyházas Kozári tagintézmények felújítására 17-17 millió forintot költöttek a Magyar Falu Program keretében. A beruházásnak köszönhetően modern körülmények fogadják a gyermekeket, akik a tanulás mellett a művészetekben is megtalálhatják helyüket.